Gyerekek, nézzétek meg, milyen sántér van itt! Das ist Chantier? Be kellett hozzam, hát berám sötétedett! Be kellett hozzam a vágógépet, itt kellett! Konyha a nappalival, egy befolyva a műhely, a mindennel. Vannak a zsákok, szerszámok, itt keverem. Hát csak víz most alasztatva, egy kicsi maradékanyag, ezt ki kell dobjam. Hova kenjem fel a hajamra. Belenyúltam az éjszakába, délután tudtam csak elkezdeni, mert foglalt voltam délelőtt, kora délután. Magánéleti meg egyéb dolgokkal. Mondom, ez hamar fog menni, most már van ugye tapasztalat, már egy falat felraktam. Mondom, ha egy falat felraktam 4 óra alatt, akkor ma a két falat felrakom 4 óra alatt. Ja, felraktam 8 óra alatt. Semmivel se haladtam jobban, sőt még el. Még közben még lassabban haladtam, az a baj, hogy ez a fal nagyon... fucking szúnyog. Bél nem jön bél több, mint mondjuk 4-5 szúnyog egy nap, de elég az hozzá, hogy megkeserítsék az életedet este. Na! Ja, ez a fa sajnos csak úgy durván volt levakolva, úgy csak csaptam fel és húztam le. És amúgy sem volt tökéletesen egyenes ugye a betontéglafa sem. Úgyhogy azt kellett volna csinálnom előbb, egy kicsit lehúzzam ugye. Egy rendet reakányják, egyenesbe hozzam. De van-e arra időm, s türelmem? Nincs. Na de mindegy, felraktam. Olyan lett, amilyen. Hányként nincs egy csíkba, hányként egy kicsit görbe, de fej van rakva. Itt a vágottat előtettem, és a nagyot oda. Ne kérdezzétek, hogy mi itt. Itt tudom én. Na. És itt a vágottat belültettem. Ja, taknyolás. Egyik darabot állítottam vágni 5-ször, amíg bepasszítottam, másiknál mondom, egy kicsit nagyobbat vágok. És akkor van túl nagyot vágtál. És akkor hányként nem jön jó ki a rés. Na, de nagyjából jó. És hányként egyik bennebb van, másik kinnebb már. Itt is, itt se egyenes, semmi se egyenes itt nálam, na minden görbe. Úgyhogy, lett a milyen. Na de mindegy, mikor ki lesz fugalzva, akkor az ugye kicsit megcsalja a szemet. Úgyhogy, egészen jó lesz, gyerekek, elfogadható. Ez a fucking glettvas, a fogazott glettvas. Hagyjatok békén, nem nekem való. Fel is adtam, majd felraktam egy sót, vagy kettőt, és utána dobtam ezt a sarokba, és átálltam hátkenésre, tehát megkentem a csempelapnak a hátát, és nyomtam fel. Na nem, gyakorlat kell ebbe, és csak taknyolás, hogyha nem jól csinálod. Úgy nem vitt fel elég anyagot, és hányként nem ért hozzá. Na mindegy, dobtam a glettvasat. Nem a vassal van a baj, hanem velem, de mindegy. Sőt, így jobban szeretem. Ezt a falat már végig úgy raktam, ennek felics, endesz végig. Úgyhogy szélre kentem meg a hátát, nyomtam fel. Közben vissza kellett egy-egyet vegyek, hogy több anyagot tegyek, mint itt felül például, hát de kevesebb. Alul nagyobb a ézak, több anyagot kell alul kenni. Na, olyan ne. Jó, van az úgy. Alul új papírt tettem. Na, sajátok-e, itt alig van csepegtetés ezen a felén sok csepegtetés, ahol még a glettvasat használtam.
meg ugye ide is fel kellett taknyolni egy lécet, de egy betonfal van, akkor elő kell fúrni, akkor betoncsavart elé keresni. Szerszám, ilyen furú, olyan furú. Milyen az idő mindennel, gyerekek, úgyhogy... Hát van, aki hamarabb meg tudja csinálni, de nekem egy elsőre ez eléggé időigényes volt. Nem hiszed, de ha valaki mondja, ha mondanád nekem, hogy 4 óra kell, míg egy falat felrapsz, azt mondanád, hát bolond vagy, hát mennyi, 10 csempe, 12 csempe, mondanád, hát egy óra alatt napsz, akarki felrakja. De fele, kezdő, aki legelőször csinálta. Nem tudom, lehet, csak én vagyok ilyen lassú, de itt kell méricskélni, meg vagdosni, meg kenni, meg ugye az anyagot meg kell keverni. Ma géppel kevertem, a tegnap kézzel kevertem, mert kisebb adagokat kevertem. Egyszerre csak egy sót raktam fel, de az még lelassítsa, még több taknyolás. A vágása alattam gyorsabban, de mondjuk ezen a felén sok volt a vágás, meg a taknyolás, ugye a fal miatt, meg itt gondoltam, hamarabb megy, de itt sem megy, hamarabb majd a széleit kellett vagdossam, a belső széleit. Úgyhogy ezt én nem tudom gyorsan csinálni, de mindegy, nem is kell gyorsan, de ez most megvan. Hát még nincs meg, ugye? Még nincs meg. Mert alul még egy sót fel kell itt körbe rakni. Hát most fekszem le, de reggel leszedem ezeket a léceket, és alul egy sót körbe rakok. Az is taknyolás lesz, mert ugye az alja itt nem egyenes. Ugye ebbe kell, hát a harapófogóval ezzel majd oda becsipem. Tehát ezt egy kicsit kisebbre hagytam ezt a részt, mint egy full csempe méret azért, hogy az aljat tudjam kicsipdesni, hogy na értitek. Ugye hónap reggel léceket lehoz felrakom, és akkor hónap este kifugalzom. És felteszem ide a függönyt, felteszem a nyitócsapot, rózsa van otthon, és lehet szerdán lehet használni az zuhanyzót. Jéééé! Na jó. Itt le fogom vágni ezt a cementbordot, ami kilóg. Majd itt kell folytassam, ide oda kell majd fogassam. Nem tudom, mit szóltok, gipszkarton tegyek, vagy azokat a műanyag lemezeket ide? Mit szóltok? Műanyagborítást? Ja, a műanyagborítás jobb lesz. Főleg ugye itt, ahol közel van. Ja, itt azt hiszem csak meg fogom hosszabbítani. Ezt a két lépcsőt ide felemelem, és ide teszek még fel lépőt. Ja, eredetileg akkor arra terveztem a zuhanyzót, de James lebeszélt róla. De végül is mindegy, itt meg lehet csinálni, és ide nem csempézek, hanem ide öntök egy kicsi egy ilyen, hogy egybefújjon, tudod, egy ilyen lájtős, micsodát. És akkor ide rá lehet lépni, mit tudom én. És akkor talán egy peremet elől ide teszek, és akkor a függönyt ide teszem kívül. Na mindegy, de egyelőre egy jó van, lehet használni, és azt itt majd meglássuk, mi lesz, ezt majd befejezem később. Na jó. Még el kell mossam a szerszámokat. Azt a részét utalom lehet jobban. Nyújt az a recsibé, és valaki fenti alfa. Lekia! Szerszámokat elmosom, egy kicsit én is megmosdok, és azzal ütöm meg az ágyat. Hova rakjam ezt a maradék anyagot? Kirakom ide az ajtó elé, oda szoktam rakni a maradék anyagot. Na jó, mosogassuk el.
Oké. Mit kell csinálni még? Ja, holnap miután reggel azt az egy sót alul felrakom, utána beszerelem fent a légkondit, és az autóban a biztonsági évet jobbról levő. Hát van egy ugye, csak használható, de ki kell cserélni, mert le van blokkóva. Mert kell, aztán menjek Havocska után, már érkezik a héten. Oh yeah. Na jó. Ennyi volt, gyerekek. Ja, nincs időm semmire sem. Se videózni, se számítógépen, sehol, még fórumba se néztem be, se e-mailek, se nem. Nincs időm. Nincs időm. A héten nem is lesz. Ugye, ha nem hallottok felőlem, akkor hát tudjátok, hogy busy vagyok, na. Busy vagyok. Na jó. Ennyi út. Csalkány.